Sziasztok, ma pedig megmutatom nektek, hogy milyen a másik hobbi munka, a kukázás. Bizonyal hallottatok, ennek annyi a lényege, hogy üvegeket kell gyűjteni a kukából, ezeket pedig le tudjátok adni az üvegleadóban, és ezáltal kellemes kis összegre szerhettek majd szert. Itt is egy kuka. Elkezdünk matatni benne, megnézzük, hogy mit találunk. Az egy pizza. Undorító. Így nagyon undorító. És találtam 6 üveget. Ami egész jó arány. Kuka. Van esetleg apró dolog? Srácok, van apró? Nincs. Az kellemetlen, mert én olvastam alá a déli reget. Csak ne érjek meg ilyen szaftos csótányhúshoz. De undorító. Bárcsak felvettek volna orvosira. Akkor most itt lehetnék, és nem kéne kukáznom. Elvileg itt a leadó, de az a baj, nem igazán üvegleadó. Akkor ez az, ez lesz az, ez egy fagyi automata, de nem számít, jó lesz. Azt mondja, hogy 34 üvege, 952 dollár. És ha megnézzük, alig-alig gyűjtegettem, tehát hogy ez teljesen jó, teljesen jó. 5 napot, bocsánat, csak az üveget adtam le, jó? Nem vittem el semmit, vagy ilyesmi, nem azért nem vásároltam. Ez mert csak leadtam az üveget. Kérhetnék egy példányt abból a pusziketből. És a kékből is. A kékből meg a sárgából. Jó? Készpénz, készpénz. Köszi, hello. Szóval srácok, ez lett volna a mai videónk, amivel megmutattam, milyen is kukázni, a következőben megmutatom, hogy milyen is vadászni. Jók legyetek, sziasztok, és ezt ne próbáljátok, hanem inkább menjetek füvet nyírni, mert az mégis kellemesebb, mint gumikesztyű nélkül kukázni. Hello, hello!